Jó estét kívánok, Orosz Györgyi vagyok. Egy évvel ezelőtt ezekben a napokban már sokadik körben fogadtunk be ukrán menekülteket, volt, aki utazott a határra, éjjel szállított, volt, aki feladva a munkáját, a pályaudvarokon szervezte az ellátást, eligazítást, éjjel vagy nappal, mindegy volt. Összefogtunk és cselekedtünk a szomszédainkért és magunkért is. Nehéz, de valahogy felemelő érzés volt ebben a döbbenetben. Mostanra másképp fáj az, amihez a háború hozzátett. Van, akinek a rezsin, a benzin és az élelmiszer ára között kell egyensúlyozni, van, aki a saját vállalkozása túléléséért küzd, van, aki eladott mindent, és más országban keresi a megélhetést, és van, aki csak szimplán pályát váltott, mert ha egy hónapban 10 napig üres a pénztárcája, akkor bármennyire is szeret például tanítani, váltani fog. A rekordmagas infláció miatt a reálbérek egy év alatt 8%-kal csökkentek, és ez sok, rohadtul sok. Érthető, hogy először saját bajunkra, fájdalmunkra és a túlélési lehetőségeinkre fókuszálunk, és ráadásul még fel se soroltam ebből mindent, ami hat ránk. És emellett 396 napja ömlenek a hírek a frontról, Kijevből, Moszkvából, Brüsszelből, Washingtonból, Pekingből, Isztambulból, és még ezt is sorolhatnám. És azt hiszem, hogy ez az áradat sem segít az érzékenység és a figyelem fenntartásában. De a magunk problémáira sem találunk jó megoldást, ha elzárjuk a fülünket a nagyobb összefüggések megértése elől. És van felelősségünk magunkért is, és másokért is. Úgyhogy ebben a szalon sorozatban mélyebb összefüggéseket keresünk, megértést a múlthoz, a jelenhez, és igyekszünk szcenáriókat vázolni a jövőre vonatkozóan, ami minimum 2 esélyes, vagy úgy lesz, vagy nem. De a gondolkodás és a gondolkodtatás biztosan több, mintha semmit sem tennénk. És remélem, ezekben a szalonokban inspirációt találtok, találnak majd arra, mit tehettek ti magatok ebben a helyzetben. Ma először az aktualitásokkal kezdünk, majd folytatjuk azzal, milyen szcenáriók várhatók a hadi és a politikai értelemben összefüggésekben. De ehhez szükség lesz a múlt mélyebb megértésére is, úgyhogy erre is fókuszálunk, majd igyekszem mindenre időt és energiát is keríteni. Vendégünk ma este Rácz András, Oroszország szakértő, a Német Külpolitikai Társaság tagja, és Kaiser, szia András! Sziasztok! És Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, akinek egyébként a kutatási területe a stratégia modern korban, illetve a 21. századi biztonsági kihívások, koalíciós és nemzetbiztonsági stratégiák, biztonsági környezet. Szia Feri, köszönöm, hogy elfogadtad és elfogadtátok a meghívást. Szép jó estét mindenkinek! Andrással abban maradtunk, hogy ad egy rövid elemzést a mostani helyzetről, mert erre valahogy mindig van igényünk, úgyhogy András, át is adom a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm ismét a meghívást. Hát amikor tavaly február 24-én ugye elkezdődött a háború, ha valaki azt mondja nekem, hogy még 2023. március végén is erről fogunk beszélni, akkor lehet, hogy túl optimistának tartottam volna az illetőt. Ez azért érdekes, mert ha visszaemlékeztek egy évvel vagy 13 hónappal ezelőtt, nagyon kevesen fogadtak volna arra, hogy Ukrajna képes lesz magát hosszú ideig tartani. Én magam is úgy gondoltam, hogy nem létezik, hogy ilyen hosszú ideig ellen tudjanak állni. És ehhez képest ott tartunk, hogy még mindig erről a háborúról beszélünk, ami egyik oldalról nyilván tragikus, hiszen még mindig tart. Másik oldalról viszont olyan értelemben talán jó, hogy Ukrajna tudta magát tartani, és sőt sikerekkel is el tudott érni. Úgyhogy annak érdekében valami rövid áttekintést tudjuk mondani, megpróbálom megint megosztani a képernyőmet, ahogy korábban is csináltuk. Megint az Institute for the Study of War térképeit fogjuk használni, és ugye szépen föltekerek ide, most elvég egy áttekintő térképet kell látnotok, látjátok, ugye? Igen. Látjátok. Igen. Úgyhogy itt az egérrel fogok pilinckázni, egerészek, és így nagyjából az a helyzet, hogy a legintenzívebb harctevékenység továbbra is itt a Donyecki front szakaszon zajlik, illetőleg Luhanszk és Harkiv megye határán, ahol ugye szintén súlyos harcok folynak. Ehhez képest a zaporizsiai front, tehát ez a déli front, ez lényegesen nyugodtabb, és a Herszoni front, a nyugati front, ami így a Dnipró folyóvonalának felel meg, ott dinamikus mozgás egyáltalán nincsen. Hát az történt, amit tavaly novemberben is mondtunk, hogy a Dnipró egyszerűen akkora vízta meg, hogy tökéletes természetes határként, természetes akadályként működik. Fontos, ez nem jelenti azt, hogy béke lenne Herszonban. Tehát Herszon belül van az orosz csöves tüzérség lőtávolságán,
és az orosz tüzérség napi szinten lövi a várost, emiatt gyakorlatilag lehetetlen a normális polgári élet újraindítása. Hiába vonult ki onnan az orosz hadsereg tavaly november közepén, ezzel együtt is Herszonban nagyon-nagyon nehéz élni, akik visszajöttek a felszabadulás után, jelentős részük újra távozott a városból, mert tényleg napi szinten vannak tüzérségi tűzalt. Ez a helyzet itt a nyugati fronton nem is nagyon fog változni, de Herszonban mindaddig nagyon nehéz lesz a helyzet, mindaddig nehéz, lehetetlen lesz bármiféle újjáépítés vagy újraindítás, amíg az orosz erők ugye itt vannak a Dnyipró túloldalán. Na most mi a helyzet a két legintenzívebb front szakaszon? Lejjebb tekerünk, ugye ez itt a Harkivi-Luhanszki front, ugye itt majdnem pontosan a megye határon húzódik a frontvonal. Itt Oroszország január végén elindította azt a bizonyos, nagyon beharangozott, sokak által várt nagy offenzíváját. Ez a nagy offenzíva, ez néhány kilométer tudott csak előre menni. Meglepő volt egyébként, mert itt ezen, tehát a Donbaszban, itt lentebb az ukránok 7 éve kiépített védőállásokra tudnak támaszkodni. Itt Harkiv megye keleti részén nem voltak ennyire kiépített védőállások, tehát joggal lehetett attól tartani, vagy orosz oldalon joggal lehetett abban reménykedni, hogyha itt jelentősebb számú erőt vetnek be, akkor vissza tudják nyomni az ukránokat nyugati irányba, tehát akár a Zserebec folyóvonalát elérve, akár tovább nyugodra. És nem ez történt. Tehát az látszott, hogy részben egyébként a természetföldrajzi viszonyok is kedveznek a védőknek, tehát ez egy ilyen erdős, nagyon-nagyon tagolt, nagyon átszegdelt terep, sok pici apró településsel, de ezzel együtt az történt, hogy itt az ukrán hadsereg jól kiépített védőállások hiányában is lényegében állva tudta tartani, vagy nagyon jelentősen le tudta lassítani a január végén indult orosz offenzívát. Úgyhogy itt a helyzet, hát ha nem is statikus, de nagyon-nagyon lassan változik. Oroszország rettenetes véráldozatok árán egészen minimális területnyereségeket tesz szert, aztán ezeket meg néha elveszti, tehát így gyakorlatilag egy helyben hullámzik a frontvonal. Ezzel együtt egyébként a jövőre nézve fontos, hogy nem csak ukrán oldalon, tehát a kékkel jelzett területen nincsenek kiépített védőállások, de hogy igazán a szeparatisták, vagy pontosan oroszok által megszállt Luhanszk megye északi területén sem. Tehát itt sokkal kevésbé van megerődítve ez a vidék, mint a legintenzívebb harcok helyszíne, tehát a Donbass. Úgyhogy most lejjebb is tekerünk ide a Donbassba. Ugye ez a Donbassi front. Úgy szoktuk elképzelni, hogy az egész front szakasz folyamatosan lángban áll, de már régen nem ez a helyzet. 2-3 nagyon intenzív pontja van a harcoknak. Nyilván Bakhmut, ami a legtöbbet szerepel a hírekben, Bakhmut, amiről mindjárt egy áttekintő térkép, illetőleg az utóbbi napokban súlyosbodott Avgyijivka helyzete is. Ugye látjuk, hogy itt az oroszok, akarok rá zoomolni erre, teljesen jó. Tehát azt látjuk, hogy itt ezt az Avgyijivka nevű települést az oroszok elkezdték nagyon mélységében bekeríteni, mélységében átkarolni. Miért lényeges Avgyijivka? Azért, mert nagyon közel van Donyeckhez, és amíg Avgyijivka ukrán kézen van, addig Donyeck folyamatosan fenyegetve van, és az összes itteni vasúti útvonal is fenyegetve van. Tehát az oroszok nem tudják használni ezeket a vasútvonalakat, amíg Avgyijivkából ki nem szorítják az ukrán hadsereget. Tehát itt ez a két legintenzívebb pont. Néhány héttel korábban még Vukledár környékén is súlyos harcok folytak. Vukledár az szintén a közeli vasútvonal miatt fontos. Nem ez a leágazó szárnyvonal a lényeges igazán, hanem az ettől délre húzódó vasútvonal, ez a vasútvonal itt, ahol az egérre mutogatom, ez része az orosz megszálló, a Herszon megye és Zaporizsia megyét, valamint a Krímet megszálló orosz erők vasúti ellátási útvonalának. Ez egy kulcsfontosságú vasútvonal. Amíg Vukledár ukrán kézen van, addig ezt a vasútvonalat az ukrán tüzérség, a messzevódó tüzérség el tudja érni, hátráltatni tudja a vasút használatát. Ezért, és Vukledár ugyanígy, tehát ez a Vukledári kiszögellés, ez ugyanígy fenyegette Donyecket, ugye délnyugatról, ugyanúgy, ahogy Avgyijivka meg északnyugatról. Az oroszok próbálták az ukrán haderőt kiszorítani Vukledárból, egyik frontális támadást indították a másik után, tényleg érthetetlen ostoba módon néha, olyan súlyos veszteséget szenvedtek, hogy Vukledárnál mostanra alig-alig zajlik harctevékenység, nyilván ettől nem szeretnék oda költözni, de az a fajta intenzitás, amit néhány héttel ezelőtt láttunk, ez megszűnőben van. Tehát tényleg Bakhmut és Avgyijivka a két súlypont, ez Bakhmut. Kicsit kijebb zoomolok, hogy lássátok. Tehát itt a városnak, a középső részének egy része
meg a nyugati részének egy pici része van még ukrán kézen, minden mást már elfoglaltak az orosz erők. Bakhmutot továbbra is tartja az ukrán hadsereg. Ma már nyíltan is elmondják ukrán hivatalos személyek, diplomaták is, hogy itt Bakhmut megtartásának a katonai jelentősége mellett szimbolikus jelentősége is van. Tehát hogy az ukrán lakosság morálját magasan tartani, és mutatni, hogy még Bakhmutot sem tudják megszerezni az oroszok. Ennek ugye a morális dimenzió orosz oldalon úgy néz ki, hogy még Bakhmutot sem tudjuk elfoglalni. Tehát Bakhmut egy nagyon-nagyon megerődített város volt, mostanra már csak az erőd maradt, a város az lényegében megszűnt létezni. Tehát ilyen még ennek a háborúnak a léptékével is, és ilyen horrorisztikus pusztítás, amit lehet látni azokon a képeken, tényleg gyakorlatilag le van planírozva a város. Tehát nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy itt valaha újra emberi település lesz. Azt, hogy az ukránok ténylegesen meg tudják-e tartani ezt a kis részét Bakhmutnak, vagy előbb-utóbb kivonulnak, én azt gondolom, hogy nyilván nem teljesen mindegy, de azért eléggé mindegy. Tehát Bakhmut azt a funkciót, hogy nagyon jelentős orosz erőket kössön le, illetőleg, hogy itt nagyon-nagyon jelentős orosz erők véreztek el, gyakorlatilag frontálisan rohamoztak egy megerődített várost, ez nem tud olcsó lenni. Tehát Bakhmut ezt a funkcióját tulajdonképpen betöltötte. Nagyon-nagyon nehéz az ukrán védők helyzete is. Itt az áttekintő térkép egy kicsit többet segít nekünk, hogyha erre itt rázumolunk. Az látszik, hogy Bakhmutba most már csak egyetlen útvonalon lehet bejuttatni az utánpótlást, itt, ahol húzom az egeret, és ez az útvonal is belül van az orosz tüzérség, az orosz nevetőklő távolságra. Tehát bármiféle az utánpótlás bejuttatása, a sebesültek kijuttatása nagyon kockázatos, nagyon nagy veszteségekkel jár. Most arra ukrán hivatalos források is elismerik, hogy a Bakhmutnál korábban az orosz és az ukrán veszteségek aránya az ilyen 6-1-hez, 5-1-hez volt. Tehát, hogy egy ukrán halottra 5-6 orosz halott jutott, most arra már ukrán források is elismerik, hogy hát ez az arány ez romlott. Tehát még mindig magasabbak az orosz veszteségek, de már az ukránok is nőnek. Hát tényleg, tehát, hogyha a könnyű aknevetők lőtávolságon és belül van az ember, akkor az ott nyilván nehéz. Ezzel együtt, ha Bakhmut el is esik, az sem jelenteni azt, hogy összeomlana az ukrán védelem. Ugyanis ez az egész régió nagyon-nagyon erősen meg van erődítve. Ha Bakhmut elesik, még legalább 3 megerődített város van, Konstantinivka, Szlavjanszk és ugye a főhadiszállás Kramatorszk. Tehát amit az orosz propaganda állít, hogy Bakhmut esetleges bevétel, ilyen Stalingrad szintű győzelem lenne, nem, ez nem így van, ezt nem kell elhinni. És akkor arra, hogy mi várható, jelenleg a front helyzet úgy alapvetően statikus. Tehát a nagy változás az elmúlt hetekben nincsen, időjárási okai is vannak egyébként, tehát ez a bizonyos Rasputica, az hónapok óta tart, mert ugye idén elmaradt a tél. Tehát, hogy nem volt az a több hétig tartó mínusz 15-20 fokos hőmérséklet, amit a csontán fagy a talaj, és mondjuk lehet gépesített műveleteket csinálni. Ilyen igazi hideg talán másfél-két hétig volt, és az se egyszerre. Ami várható viszont, Ukrajna hónapok óta készül a régóta bejelentett, beharangozott nagy ellentámadásra. Tudjuk, hogy tartalékolnak erőket, tartalékolnak haditechnikai eszközöket, tartalékolnak katonákat, tartalékolnak lőszert. Lassacskán elkezdenek beérkezni a nyugati harckocsik is. A nyugati páncélozott harcjárművek egy jelentős része már ott van, a következő része az heteken, valami napokon belül ott lesz. Tehát az a valószínű, hogy amint felszárad a talaj, akkor Ukrajna megpróbálkozik majd ennek a bizonyos ellentámadásnak, vagy az egyik ellentámadásnak az elindításával. Mi vagy mi ellen fog irányulni az ellentámadás, ezt pontosan nem lehet megmondani, tippelni bizonyos dolgokat azért ezzel együtt lehet. Nyugatról biztosan nem lesz, mert a Dnipron keresztül nem lehet harcolva átkelni, ez teljesen abszurd. A Donbass elleni frontális támadás sem valószínű, mert ugyanolyan erődök vannak a frontvonal orosz oldalán, és mint az ukrán oldalon. Frontálisan támadni ugyanúgy értelmetlen, mint az orosz frontális támadások is értelmetlenek. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy Ukrajna a zaporizsiai körzetben déli irányba fog ellentámadást indítani, Melitopol, Berdyánszk irányba, ez a kék pacait Melitopolt és környékét jelöli, azért kék, mert ott értelmezhető partizán tevékenység van. Az ukrán stratégia mennyire fel lehet vázolni az, hogyha itt át tudják törni az orosz frontot, és viszonylag mélyre be tudnak hatolni, akkor azzal el tudják vágni azt az utánpótlási útvonalat, azt a vasútvonalat, amit az előbb beszéltem, hogy kb. Így fut ez a vasútvonal. Amióta a Kercsi híd megsérült, azóta ez a vasútvonal a Zaporizsjében
Herszon keleti részében és a Krímben tartózkodó orosz erők gyakorlatilag egyetlen nagy átterjesztő kapacitású logisztikai útvonal. Ha ezt a vasútvonalat az ukránok ki tudják iktatni, pláne hogyha el tudják érni az Azovi-tenger partját, akkor minden az ettől a vonaltól nyugatra tartózkodó orosz erő helyzete, ideértve a krími orosz erők helyzetét is nagyon-nagyon nehezen fenntarthatóvá válik. Tehát az ukrán optimista forgatókönyv az az, hogy ugyanazt fogják újra játszani, amit Herszonban. Ugye végül is Herszonból sem kiverték az oroszokat a megye nyugati részéről. Csak ugye addig rombolták a logisztikai útvonalakat, ugye a Dnipro 3 hídja volt a logisztikai logisztikának a szűk keresztmetszete. Ezt a három hidat addig rombolták, amíg az oroszoknak kénytelenek voltak feladni Herszont. Most ennek az ellentámadásnak a terve, ez valamiféle ilyen Herszonon steroids, vagy Herszon a négyzetennek tűnik. Tehát olyasmi az elképzelés, hogy ha az ellentámadás el tudja érni az Azovi-tenger partját, akkor ugye a krími híd is lőtávolban lesz, tehát el lehet lehetetleníteni az itteni orosz erők logisztikáját, tehát Moszkva ukrán remények szerint itt a megye, keleti, Herszon megye keleti részét biztosan föladja, és remélhetőleg a krímet is. Jó hír, bármiféle ukrán ellentámadás, ha elindul, akkor a zaporizsiai nukleáris erőmű, atomerőmű, ami nevével ellentétben nem Zaporizsében van, hanem Enerhodárnál, tehát körülbelül itt, bármiféle ukrán ellentámadásnak az egyik első dolga lesz felszabadítani az Enerhodári erőművet, tehát mondjuk egy nukleáris balesetnek a kockázata, vagy ez nagyon instabil helyzet, ami most van, ez meg fog szűnni, az orosz erők ki fognak jönni Enerhodárba, egy menedzselt átadás lesz, ugyanúgy, mint egyiket a Csernobilnál is volt. Tehát körülbelül ez az ukrán terv, az orosz terv jelenleg offenzívára nincs elég erejük, az orosz terv az ukrán terv megakadályozása rövid távon. Én azt gondolom, hogy a következő hat hónapot azt fogja meghatározni, hogy ez az ukrán ellentámadás pontosan mikor indul, pontosan mit ér el, és pontosan milyen áron. És minden más annak a függvénye, hogy erre a három kérdésre milyen válaszok adódnak majd a fronton. Én ezt a hat hónapot látom előre, utána az már nagyon-nagyon sok felé ágazik. Úgyhogy én ennyit gondoltam elsőre, köszönöm szépen a figyelmet, kikapcsolom a megosztást, és visszaadom a szót. Köszönöm szépen, és egy kérdés ehhez vissza, hogy milyen módon van értelme annak, nem értek a haditechnika, ez nyilván ezért ilyen kérdés, annak, hogy előre lehet tudni, hogy az ukránoknak lesz egy offenzívája, csak azt nem, hogy mikor és merre felé. Szóval, hogy ez a másik oldalt segíti? Igen és nem. Tehát, hogy teljesen triviális, hogy mi az ukrán katonai érdek, triviális, hogy körülbelül hol van értelme ellenoffenzívát indítani, ezen a ponton akár be is lehet jelenteni. Ugyanezt csinálták egyébként Herszon kapcsán is. Tehát jó előre megmondták, hogy ez lesz. Alapvetően egyébként belpolitikai szempontból lényeges bejelenteni. Ők maguk egyébként nem specifikálták, hogy Zaporizsia ellen lesz, vagy hol lesz. De hát ez a zaporizsiai, tehát északról dél felé tartó irány, ez tűnik a legvalószínűbbnek. És egy belpolitikai szempontból, ha bejelentett, hogy csinálsz egy ilyen ellentámadást, aztán megcsinálod, és sikerül, akkor az belpolitikailag sokkal jobban néz ki, hiszen rendesen felépíted ezt a sikernarratívát. Tehát nem gondolom, hogy önmagában nem ez a bejelentés, ez különösebben segíteni az oroszoknak. Értem. Kommunikációs szempontból megértem, természetesen ez segít az ukránoknak a lélektani hadviselésben, azt hiszem, valahogy. Ferenc, van-e esetleg valami kiegészíteni való, csak látom, hogy... Nincs. Nagy vonalakban körülbelül tényleg ez a helyzet. Én még talán annyit tennék hozzá, hogy az, hogy az ukránok folyamatosan mondják, hogy ellentámadás jön, az egy kicsit a nyugatot is presszionálják, hogy egy picit a szállítások gyorsuljanak fel, mert nyilván, ha már megindult az ellentámadás, akkor ahhoz képest egy vagy két hónappal érkezik valami, kivéve a lőszert, mert az ugye folyamatosan kell, akkor azzal már kicsit elkéstek, tehát ez részben a nyugatnak is szól, illetve a nyugati támogatók egy részének is, hogy fel fogjuk használni ezt a technikát, majd. Uh-huh. És hogy ne lankadjon a figyelem, gondolom, meg az energia. Nyilván, igen. Igen. Ugye Putyin szombaton bejelentette azt, hogy Belarusba taktikai atomfegyvereket szeretnének elhelyezni. Ennek milyen mód, ugye félelmetesen hangzik, és a volt orosz elnök, ugye Medvegyev használja is ezt, valószínűleg az ő rá kiosztott szerep, hogy a nukleáris energiával fenyegessen. Milyen módon van ennek jelentősége, szerepe a hadviselésben, meg egyáltalán a jövőre nézve? Hát effektíve semmi. Tehát ugye tudni kell, hogy
ezek az úgynevezett harcászati töltetek, ezeknek elvileg korlátozott a pusztító erejük. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, hogy minden országnak vannak, hát nagyon csúnya hangzik, úgynevezett városrombolói. Tehát ugye a hiroshimai meg a nagaszaki atombombának a pusztító ereje az olyan 12-15 kilotonna közé becsülik. Ez nagyjából 12.000-15.000 trinitrotulol robbanóanyag felel meg. Aki emlékszik a beiruti robbanásra, amikor egy ammónium-nitrát műtrágya lerakat, egy hajó rakományi robbant fel, az volt 4 kilotonna. És gyakorlatilag elvitte az egész kikötőt, meg körülbelül 300 embert tett hajléktalanná. Tehát ezeknek a, és ugye a harcászati töltetek zöme az 0,5-től 12-15 kilotonnás. Tehát ezeket elvileg arra használják, hogy az arcvonalban üssenek részeket, amin a saját csapatok át tudnak menni. Most ezzel csak az a probléma, hogy egyrészt a világ közvéleménye szempontjából teljesen mindegy, hogy harcászati töltet, vagy nem harcászati töltet, atomfegyver. Tehát ezzel ugye az oroszok átlépnének egy nagyon-nagyon veszélyes választóvonalat. Majd elkezdtem ezek a városrombolókat, meg úgy kell elképzelni, hogy például az amerikai haderőnek a Minuteman 3-as rakétáin a V-76-os töltetek, azok 450 kilotonnásak. Tehát az tényleg olyan, hogy egy töltet, egy város. Tehát azt semmi másra nem lehet használni, senki nem is akarja használni, hogy az atomfegyvernek a lényegi eleme az elrettentés. Tehát a harcászati töltetek egyrészt a pusztító erejük miatt számítanak kisebbnek, másrészt az azok a célba juttató eszközöknek a hatótávolsága jóval kisebb, mint az úgynevezett hadászati vagy stratégiai tölteteké. Ugye a hadászati tölteteket a Föld bármely pontjára kvázi el lehet juttatni, ezek úgynevezett interkontinentális hordozóeszközökön vannak, vagy nehézbombázókon, vagy nukleáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárókon, vagy szárazföldi telepítésű az amerikaiaknál, silókba, az oroszoknál inkább ilyen bazinagy önjáró eszközökre szerelve. Ugye ezekkel 12-15 ezer kilométerig is célba lehet juttatni ezeket az eszközöket. De lényegtelen. Kezdve azzal egyébként, az Egyesült Államoknak is vannak ugyanilyen úgynevezett harcászati töltetei előretolva. Van egy bázis, ahol Belgiumban, egy Hollandiában, egy Németországban, kettő Olaszországban, egy pedig Törökországban, tehát összesen 6 NATO szövetséges területén vannak úgynevezett B-61-es gravitációs bombák, tehát gyakorlatilag a repülőgépnek a célpont fölé kell repülni. A mai légvédelmek esetén, tehát mondjuk ezt Moszkva esetén nem tudnák megtenni, mert azért az orosz légvédelem azért, ha más nem, az orosz légvédelem az nagyon jól működik ebben a konfliktusban is. És ebből a szempontból az, hogy Moszkva gyakorlatilag már félig meddig annektált Belaruszba előre viszi ilyen eszközöket, vagy sem, az indiferens. Megmondom miért, mert ugye Belarusztól észak-nyugatra, Litvánián és Lengyelországon túl, ott van a Kaliningrádi enklávé, ahová ezeket a tölteteket már rég előre vitték az oroszok deklaráltan, ugye nagyjából akkor, amikor még ifjabb Bush alatt bejelentették, hogy a lengyelországi Reznyikovóba, illetve a romániai Deveszeluba úgynevezett égiszesor rendszereket telepítenek az amerikaiak, hogy ezek elvileg, sőt gyakorlatilag is képesek ballisztikus rakéták lelövésére. Ugye az Iskander rakétákat, amikkel ezeket a tölteteket célba lehet juttatni, Oroszország már úgymond átadta Belarusznak. Az oroszoknak tudni kell, egyébként ez minden másik országra is igaz, de az oroszoknál látványosan igaz, hogy azokat az eszközöket, amiket exportálnak, azok a saját maguk részére gyártott eszközöknek egy alaposan lebutított változata. Tehát az orosz iszkanderek papíron 500 kilométerig tudnak ellőni, amennyire én után tudtam olvasni, bár ebből a szempontból valószínűleg az András jobban képben van, a beloruszok által megkapott eszközök esetében ez inkább 300 kilométer. Tehát, hogy... De ez lényegtelen, mert ugyanezek az eszközök sokkal előrébb vannak Kaliningrádban,
Plusz Kaliningrádban egyébként vannak kalibr robotrepülőgépek is telepítve, amikkel meg 2500 kilométerig el lehet lőni. Ez inkább egy politikai fenyegetőzés volt, és valóban, ahogy te is elmondtad, Medvegyev az ügyeletes rossz rendőre az orosz vezetésnek, ő néha olyan elképesztő blödségeket mond, hogy utána 3 napig járkálhatok haknizni a magyar médiába, hogy elmondjam, hogy ez azért nem így van. És azért mondják ezt, mert nincs mit mondani Bakhmut környékére? Tehát, hogy ott... Részben, meg inkább azért is, mert gyengék. Tehát ugye eddig a háborúig, és Andrással is nagyon sokat beszélgettünk erről, meg nagyon sok helyen elmondtuk már, mindenki azt hitte, hogy jó, hát az orosz haderő tényleg lehet, hogy mégsem annyira rettenetesen erős, mint ahogy ők maguk elmondják, de hát azért több tízezer harckocsija van, elképesztő tüzérsége, meg létszámban is, hát ugye a háború több mint 900 ezer fős volt, tehát azért ez egy rettentően félelmetes fegyveres erő. Na most ahhoz képest, nem tudom máshogy mondani, az a non-stop szerencsétlenkedés, amit különösen egyébként a háború első egy hónapjában bemutattak, meg esetenként azóta is, az ezt a Oroszország, mint katonai szuperhatalom imidzset, hát rettenetesen aláásta. És Moszkva ezért fenyegetőzik folyamatosan a nukleáris fegyverrel, hogy oké, hát gyakorlatilag ugye egymás között bevallhatjuk, hogy hát a haderőm az kicsit beárazta magát, de azért van nekem 6000 atomtöltetem, tehát mielőtt bárki támadásban gondolkozna, csendben teszem hozzá, senki nem óhatja megtámadni Oroszországot. Azért vegyétek figyelembe, hogy a nukleáris fegyvereink megvannak, és még ha olyan hatékonysággal működnek is, mint a hagyományos eszközeink, ebből 6000-ből azért olyan 1000-et csak célba tudnánk juttatni. És azért az bőven elég nagyjából az egész ember élet kiiktatására a Földön. Tavaly valamikor ősszel tartottál egy előadást, amit én videón megnéztem most utólag, és abban azt mondtad, hogy tulajdonképpen az oroszoknak is vannak remek fejlesztéseik, hadifejlesztéseik, és ennek vannak prototípusai, de a sorozatgyártásban nem tudnak belefogni, mert nincsen pénz. És hogy ami pénzt viszont beleölnek valamibe, az mind a nukleáris fegyverkezésbe megy. Ha eddig ennyi nukleáris fegyverük van, akkor miért kell továbbra is ennyi pénzt abba beleölni, vagy miért ebbe ölik bele? Szóval valahogy... Hát akkor osztok meg gyorsan én is ábrát, mert van egy ilyen... nem gond, akkor mondom. Tehát ugye igazából nagyjából 91-től 2004-5-ig semmilyen érdemi fejlesztést nem tudott az orosz haderő végrehajtani. Egész egyszerűen nem volt rá pénz. Na most ez a másfél évtized, ez borzasztó hosszú idő, annak fényében meg depláne, hogy ugye az orosz nukleáris eszközök zöme, akár a rakétaordozó tenger alatt járóik, hát ugye a Tájfun osztály, ami a vadászat a Vörös Októberre híresült el, akár a nehéz bombázógépeik, akár a Siló telepítésű rakétájuk, azok mind a 70-es évek végén álltak hadrendbe. Na most, ha egy 30 éves, mondjuk úgy gépkocsit nem használok napi szinten, mert az már veterán autónak számít, akkor egy 30 éves hordozóeszközre sem rakok atomtölteteket. Tehát egészen egyszerűen a nukleáris triádnak a lecserélése, tehát ezeknek az eszközöknek nem lehetett tovább elodázni. Mert persze erre szokták mondani, hogy a B-52-es is 52-be repült először, csak ugye a most használt G- és H változatok a 60-as évek közepén készültek, és nagyon fontos, szerintem nincs egy csavar, ami az eredeti lenne belőle, mert gyakorlatilag 8-10 évente azokat az amerikaiak teljesen generáljavítják, és felújítják, és kidobálják, amit kicserélik, ami nem kell. Moszkvának erre egészen egyszerűen nem volt pénze. És ugye mindig el szoktam mondani, hogy ha megnézzük a Siprinek, vagy a Military Balance-nak az adatait, ugye ez a két nemzetközi agytrözt az, ami minden évben publikálja a szerintük számított védelmi kiadásokat. Ugye a nyugati országok esetében nincs nagy gond, mert hivatalosan tudjuk, hogy mennyi. Az oroszok meg a kínaiak esetén
ordas nagy kérdőjelek vannak, mert mindenki tudja, hogy akkor is hazudnak, ha kérdeznek, tehát az ő védelmi kiadásaikat senki nem hiszi el. De ugye a becslések szerint is, ugye 21-ben a háború előtt az amerikaiak a military balance egy nagyjából 750 milliárdot költöttek, az oroszok meg 62-t. Na most az amerikaiak ebből a 750 milliárdból nyilván más árszabással dolgozik az amerikai védelmi ipar, úgyhogy az oroszra azt szokták mondani, hogy mondjuk úgy amerikaiasítva nagyjából ez 150 milliárd. De hát akkor is az ötöde, amúgy meg a tizedese. És ebből ugye az amerikaiak egy 1.350.000-es haderőt menedzseltek, az oroszok meg egy 900.000-est. Tehát egészen egyszerűen az amerikaiaknak mindenre is van pénzük, csak kutatásfejlesztésre minden évben, csak a Pentagon nagyjából egy 70-90 milliárdot költ, és további 150-200 milliárdért vesznek évente új fegyvereket. Tehát az orosz ezt nem tudja. Ugye arra kellett koncentrálni, ami ott tartja Oroszországot a nagyfiú klubjába, ez meg a hadászati elrettentési képesség. Mm. És valóban kijött egy csomó új fegyverrendszer. Ugye még 2009-ben az akkori, hát mondjuk úgy elnök, ugye, aki éppen Medvegyev volt, de hát akkor is Putyin vezette az országot, bejelentett egy 10 éves fegyverkezési programot. Nagyjából ez orosz viszonylatban a világpénze lett volna, 2011-től 20-ig nagyjából 700 milliárd dollárnak megfelelő rubelt fordítottak volna csak a védelmipar fejlesztésére és új eszközök vásárlására. Na de mi történt? 14-ben ugye Putyin magához szólította a Krím népét, aki nem tudott nemet mondani ennek a kedves invitálásnak, és jöttek a csúnya nyugati szankciók. És ugye azt tudni kell, hogy az orosz gazdaság lényegében 14 óta recesszióban van. Ugye elmaradtak a nyugati fejlesztések, és ugye amikor kijönnek ezek a prototípusok, a T-14 armata, ugye az orosz típusoknál, harckocsi típusoknál a T betű utáni szám az mindig azt jelenti, amikor sorozatgyártásra elfogadták az adott modellt. Most kijött a T-14, ugye nagyjából egy időm a 15-ös szemlő már repült ugye a Szúj 57-es, az orosz lopakodó, ami hát azért megnézzük, nagyjából egymás mellé tesszük az amerikai F-22 Raptort meg a Szúj 57-est, hát mondjuk ugye az orosz mérnökök nem aggódták túl, hogy nézzen ki a gép, és pont akkor fogyott el a pénz a nyugati embargók miatt, meg akkor fogyott el a chip, meg akkor fogyott el minden, hát a T-14-esbe a Volvo motor került volna. Ukrán elektronika, német optika, azt hiszem japán festék. Tehát ugye a globalizált világban az oroszok is a globális piacról szereztek be egy csomó mindent, amit ők maguk nem tudtak legyártani. Tehát én kedélyesen mosolyogtam akkor, amikor azt mondták, hogy majd Iránnak elad a drónokért cserébe Oroszország 40 vagy 50 Su-35-öst, mert a sárkányt, meg még a hajtóművet is le tudja gyártani, de milyen elektronikát tesz bele? Ugye ez a nagy kérdés, mert a csipek nagy része az nyugati, még úgy is egyébként, hogy az új gyártású T-90-eseket, amikor szétszedtek az ukránok, azok is tele voltak mindenféle nyugati alkatrészekkel, amiket ilyen nagyon bonyolult, ilyen szürkezónás fedőcég hálózatokon keresztül tudnak kis mennyiségben beszerezni az oroszok, aranyáron, és ott nem tudják a fekete piaci kereskedőkkel elintézni, hogy hagyj vegyék már meg rubelér, tehát ott kemény valutában kell fizetni. Úgyhogy ezek miatt is állt meg az orosz haderőnek az átfogó korszerűsítése, ezért van az, hogy az orosz harckocsik zöme még mindig T-72-es, mert abból irgalmatlan mennyiséget legyártottak, igaz, hogy többször korszerűsítve, de aki figyelte a híreket, bizony már fotóztak le, fényképeztek le olyan vonatokat, amik T-55-ösöket vittek a front felé. Most ez a típus itt debütált Magyarországon, a világ akkor szembesült vele először, amikor ezekkel verték le az 56-os forradalmunkat. Tehát akárhogy is nézem, az meg már majdnem 70 éve volt. Igen. Tehát ez is mutatja, hogy Oroszországnak persze irgalmatlan mennyiségű technikája van raktáron. A háború előtt majdnem 20 000 harckocsi, de hát ezeknek a jelentős része az már, hát hogy fogalmazzak, oldtimer, na tehát, hogy nem a legmodernebb technika. Igen, és akkor ha mindezt figyelembe vesszük, hogy ott van az oldtimer technika,
Ukrajna kapja a nyugati eszközöket, Oroszország is kap eszközöket, csak nem, valószínűleg nem olyan könnyen, hogy akkor ebből, és ugye azt feltételezem, hogy meggondolom mások is, hogy viszont Putyin nem tud visszavonulni, tehát neki mennie kell előre ebben a háborúban, és folytatnia kell, mert az nem lesz megoldás a számára, vagy nem tudom, ez feltételezés a részemről, hogy vissza tud-e vonulni, ha igen, akkor hogyan, miért, és hogy ha nem, akkor viszont milyen szcenáriók lehetős látszanak előre ebből a technikai, geopolitikai szituációból kiindulva. András, aztán Feri. Hogyha nem bánjátok. Jó, persze. Köszönöm szépen. Ugye tehát a szenárió tervezés az azért egy külön műfaj. Tehát, és általában ugye a szenárió tervezési gyakorlaton ott az a szokott kezdődni, meghatározzuk, hogy körülbelül hányféle szenáriót szeretnénk felvázolni. Tehát, hogy hogyan, milyen mértékben próbáljuk limitálni az egyébként majdnem végtelen számú eshetőséget. Mert ugye az eshetőségek száma majdnem végtelen, csak ugye a valószínűség tér el egymástól. Tehát nehéz azért szenáriókat felvázolni, vagy nyilván bizonyos kompromisszokat meg kell hozni, amikor az ember ilyenekkel próbálkozik. Ugye tervezési vagy szenárió tervezési oldalról a legegyszerűbb forgatókönyv az, hogyha az ukrán ellentámadás nem sikerül. Mert Ukrajna sem tökéletes, az ukrán katonai vezetés sem tökéletes, és hiába mentek át nagyon komoly fejlődésen az ukrán haderők, tehát a vezérkar már nagyon-nagyon profi, ezt láttuk ugye a tavalyi ellentámadások során, a század zászlóalj parancsnokok, akik már hosszú évek óta háborúznak, ők is nagyon profik. Ami a kettő között van, az ezred meg a dandár parancsnokok, ott azért még vannak szovjet szocializáció tisztek, tehát elképzelhet, hogy Ukrajna elrontja. Ha elrontja, akkor nem lesz ukrán áttörés, akkor maradnak a frontok ott, ahol vannak, mert egy ukrán ellentámadás kudarca sem jelenteni azt, hogy összeomlik az ukrán védelem. Tehát ott akkor valószínűleg befagyna, vagy nagyon alacsony intenzitásúra csökkenne a konfliktus, nagyjából a meglévő frontvonalak mentén. Fun fact, Oroszország akkor sem lenne képes elfoglalni a Donbass hátralevő részét, mert ugye Bakhmut alatt is 9 hónapig álltak, és akkor a legnagyobb városok még hátra vannak. Tehát ez egy viszonylag egyszerű szenárió. Bonyolultabb szenárió az, hogyha részben vagy egészben sikerül az ukrán ellentámadás. Ha sikerül, akkor Zaporizzsia megye, illetve Herszon megye keleti része orosz szempontból bukik szinte automatikusan. Tehát Ukrajna akkor visszaszerzi a délen elvesztett területek legnagyobb részét, leszámítva Mariupolt. Egyébként Mariupol az közigazgatásilag Donyeck megyéhez tartozik. És mivel egy Oroszország még tavaly február 21-én elismerte az úgynevezett Donyecki népköztárságot függetlennek, hiába annektálta utána mind a 4 megyét, tehát Donyeckhez, Luhanszkhoz, Herszon, Zaporizsjét, Donyeckhez és Luhanszkhoz azért erősebb a Kreml kötődése. Tehát Mariupolt visszafoglalni azért is nehezebb lenne, mert valószínűleg Mariupolra az oroszok nehezebben mondanak le, mint mondjuk Melitopolról vagy Berdyanszkról. Mindegy, tehát egy sikeres ukrán ellentámadás addig biztos, hogy nem biztos, de hogy eléggé valószínű, hogy visszaszerzi Zaporizzsia megyét és Herszon megye még orosz kézzel lévő részét. Utána jönnek a kérdőjelek. Az egyik kérdőjel, egy viszonylag kis kérdőjel, hogy Luhanszk megye északi része. Azt Ukrajna vissza tudja foglalni, és hogyan és milyen áron. Ugye ott nincsenek olyan erődök, mint mondjuk Donyeck megyében, de ezzel együtt azért ott bonyolult a természetföldrajzi környezet. Közel van az orosz határ, Oroszország könnyen tud utánpótlást szállítani. Tehát egy pici kérdőjel az, hogy Luhanszk megye északi részével mi lesz. Én azt gondolom, hogy még ez is visszaszerezhető, csak nem annyira egyszerűen adott esetben, mint mondjuk Zaporizzsia megye. Egy sokkal nagyobb kérdőjel, a legnagyobb kérdőjel az, hogy a Krimmel mi lesz. Mert ha az ukrán haderő visszaszerzi Zaporizsiét és Herszont, a két megyét, akkor gyakorlatilag rázárkózik a Krím északi határára. És onnantól jön a kérdés. Ugye az az ukrán stratégia, hogy a Krím utánpótlásának elvágásával a félsziget feladására kényszerítik az oroszokat, ez tud-e működni? Képesek-e teljesen elvágni a félsziget utánpótlását? Mert hiába lövöd szét a hidat, vagy rongálod meg a hidat, meg vágod el a vasútvonalat, azért vannak ott felhalmozott készletek is,
hajóval is be lehet vinni ezt-azt. Tehát egyáltalán nem triviális, hogy ezt meg lehet csinálni egyrészt. Nem triviális, ugye Oroszország erre az esetre nukleáris eszkalációval fenyegetőzik, az összes elfoglalt ukrán terület közül, 2014 óta elfoglalt összes ukrán terület közül, számukra messze a Krím a legfontosabb. És nem csak szimbolikus okból. Kőkemény katonai oka van, hogy miért kellett nekik a Krím már 14-ben. Ha ránézünk a Fekete-tenger térképére, aki a Krímet uralja, az a nagy hatótávolságú hajóellenes légvédelmi rakéták révén gyakorlatilag az egész Fekete-tengert uralja. Emlékezzünk vissza, amikor megszületik a Krím megszállásáról a döntés 14 februárjában. Ma már pontosan tudjuk, kizárólag katonai motivációk mentén döntöttek. Az összes külpolitikai, gazdasági, diplomáciai, természeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, minden egyéb költséget beárasztak, hogy járólékos, azt majd megoldjuk. A katonai megfontolás volt a kulcsfontosság. Ezek a katonai megfontolások továbbra is megvannak. Tehát Oroszország, ha elveszíti, most mit tudja, Zaporizsia megye középső részét, na bum. Az nem akkora dolog. Annak nincs igazi stratégiai jelentősége. Ha a Krímet veszíti el, annak egyrészt katonai biztonsági értelemben nagyon komoly jelentősége van, másrészt az egész Putyin korszak, vagy hát a második Putyin korszak, ugye 12-ben jön vissza hatalomba, tehát a második Putyin korszak legnagyobb eredménye, az emblematikus eredmény, az a Krimnas, az a Krím visszaszerzése. Tehát a Krímet elveszteni Putyinnak azt gondolom, hogy vállalhatatlan, vagy nagyon-nagyon nehezen vállalható. És akkor itt jön be egy további kérdőjel, a nagy kérdőjel mögött. Putyinnak vállalhatatlan, kétségtelen. De az orosz elit és Putyin az nem ugyanaz. Tehát ha valós esélye támad annak, hogy Ukrajna visszaszerezheti a Krímet, és mondjuk Putyin ezt bármilyen eszközzel idejét az atomháborút is szeretné megakadályozni, akkor előfordult az a pillanat, hogy az orosz elit egy része arra jut, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics inkább a probléma, nem pedig a megoldás része. Tehát ez egy további kérdőjel, hogy ha a Krímet komoly ukrán fenyegetés kezd érni, akkor az orosz elit kitart-e Putyin mögött? Vagy úgy gondolja, hogy Putyin nélkül egyszerűbb? És egy harmadik kérdőjel, ugye az első kérdője volt Észak-Luhanszk, a második nagy kérdőjel az a Krím, emögött van a kisebb kérdőjel Putyin sorsa, és a harmadik kérdőjel az pedig az, hogy Donbasszal mi lesz. A Krím Ukrajnának is nagyon fontos, szimbolikusan fontos. A Donbassz az kevésbé. Tehát a Donbassz az ilyen senkinek nem kellő árvagyerek tulajdonképpen. 9 éve orosz megszállás alatt teljesen elpusztult a háborúban. Már 14 előtt is ráadásul az nem igaz, hogy ez volt Ukrajna ipari szíve. Ez volt Ukrajna ipari szíve a 80-as években. De a Donbassz ipart igazából nem modernizálták a 10-es években már. A Donbassz ipar csak azért tudott sok pénzt beletenni az ukrán GDP-be, mert közben a központi költségvetésből folyamatosan dotálták. Tehát nem triviális az, hogy a Donbassz az pluszban volt Ukrajnának, nem pedig költség volt inkább. Nagyon sokféle számítás van erre. Tehát az, hogy a Donbassz visszaszerzéséért Ukrajna mennyi katonát lenne hajlandó áldozni, és utána mit kezd a donbasszi lakossággal, mit kezd a poligromból területekkel, ez megint egy nagyon nagy kérdőjel. Tehát én azt gondolom, hogy a szenáriók azok úgy oszlanak el, hogy ha egyszerűsítjük, akkor ha nem sikerül az ukrán ellentámadás, akkor marad nagyjából minden, ahol van, befagy a konfliktus, aztán majd lesz valami diplomácia megoldás, amit nyilván nem békeszerződés, hanem valami fegyverszünet évekre. Ha sikerül az ukrán ellentámadás, akkor a fő kérdés az, hogy a Krímben mi történik, és ehhez képest másodlagos kérdés Luhansk vagy északi része és a Donbassz. De ha sikerül az ukrán ellentámadás, akkor az egész világ, akkor minden a Krímről fog szólni. Tehát én körülbelül így látom a szenáriókat. Feri, van ehhez? Nagyjából ugye a szenáriók ezek, ugye a kollégákkal, sokan köztük képzetvézett katonák, azért leginkább azért, ha leülünk ebédelni, vagy összefutunk, akkor... Én rengeteget tanulok tőlük, csak nekik nem szabad annyit nyilatkozni, mint nekem, mert a katonáknak az nagyon nehéz. És nagyjából a közös bölcsességünk az, hogy valamennyi ukrán siker lesz, de az egész biztos, hogy a Krím az is, mert ha a Krím reálisan elkezdi Ukrajna fenyegetni a Krímet, akkor Oroszország dob egy második mozgósítási kört,
és mondjuk még 3-400 ezer ember, ha más nem, bunkósbottal agyonveri az ukránok egy részét. Tehát, hogy ez sajnos egy opcionális lehetőség, nem valószínű egyébként, tehát nyilván erre az ukrán ellentámadásra, hogy az András is mondta, az oroszok is készülnek. Annyira nem nehéz megtippelni, hogy merre mehetnek, tehát itt azért az oroszok is több lépcsőben kialakított mélységi védelemmel rendelkeznek már. Tehát azt a hibát, amit elkövettek ugye még Harkivnál szeptemberben, tavaly szeptemberben, azt ők sem fogják megismételni, az oroszok is tanulnak, csak néha kicsit nehezebben, mint más haderők, tehát ők is tanulnak azért a saját hibáikból. Ugye a legvalószínűbb forgatókönyv az az lesz, hogy valahol ez a front megáll. Optimális esetben még az idei évben, de inkább novemberben lesz egy kvázi tűzszünet, és lesz valamilyen megállapodás, nevezzük Minszk 3-nak, amit kb. Egyik fél sem fog betartani az első pillanattól kezdve. Mert hát ugye ugyanez volt a helyzet, hogy a Minszk 1-et, Minszk 2-t, ahogy aláírták, még a tinta sem száradt meg rajta, az oroszok már támadásokat indítottak. Ugye Minszk 1 után is kiegyenesítették a frontot, Minszk 2 után katlanokat számoltak fel, Debalcevótól kezdve azért nagyon csúnya dolgok voltak ott. És kialakul egy alacsony intenzitású konfliktus, mint ami volt Donbaszban, tehát Kelet-Ukrajnában, csak ezúttal nem pár száz kilométeres arcvonalon, hanem egy 1000 kilométeres arcvonalon, tehát sokkal komolyabb ukrán erőket fog lekötni. Viszont ezzel párhuzamosan meg arra is fel kell készülni, hogy ha nem sikerül valami érdemi eredményre jutni, akkor Oroszország rohamléptekkel halad abba az irányba, hogy hát azt mondom, hogy olyan szintű pária állam lesz, mint Észak-Kórea, mert az egyszerűen túl nagy, meg túl sok energiahordozóval, meg nyersanyaggal rendelkezik, de azért a nemzetközi lehetőségé rettenetesen be fognak szűkülni. Arról nem is beszélve, hogy ugye a közelmúltbeli látogatás is rávilágította arra, hogy valami hasonló zajlik, de csak sokkal kevésbé elegáns formában, mint amikor ugye a britek ugye az 50-es évek közepén rájöttek arra, hogy már nem cápák, és akkor lesznek mondjuk úgy kalauzhal az amerikai cápa szájánál. Most azt látjuk, hogy az Oroszország annyira hevesen harcol a NATO ellen, hogy nehogy nyugati vazallus legyen, hogy ennek ezzel párhuzamosan gyakorlatilag szépen lassan alárendelődik számos szempontból a Kínai Népköztárságnak, és ez mondjuk ugye a globális erőviszonyok szempontjából ez sem annyira jó forgatókönyv. Egyébként annak milyen szempontból van jelentősége, vagy van-e jelentősége, hogy szintén most hétvégén Putyin elnök azt is bejelentette, hogy nem köt Oroszország és Kína katonai szövetséget, hogy ennek van bármilyen jelentősége? Hát szerintem, ha Oroszországon múlt volna, ez a szövetség megköttetett volna. Itt Kína az sokkal okosabb. Tehát szoktam volt mondani, hogy Oroszországról úgy tudtuk, hogy kemény ereje van. Ugye a nemzetközi kapcsolatokban, meg általában ugye a katonák is, ugye a hadtudományokon belül azt szoktuk mondani, hogy állam tud direkt fenyegetéssel, erőszakkal érdeket érvényesít. Ez egyébként lehet ez a diplomácia is, katonai meg gazdasági. És tudja sokkal finomabban előadni egyetemekkel, magas kultúrával, popkultúrával, tereléssel, korrupcióval, stb. Ez az úgynevezett soft power. Na most Oroszországról mindenki tudta, hogy soft power nem igazán van. Most ez a háború kiderítette, hogy a hard powerben, a kemény erőben sem olyan jó, mint gondolta. Kínának viszont bőven van pénze. Ennek a pénznek jelentős részét felsőoktatásokra, egyetemekre, övésút programra. Tehát elképesztő, az övésút programban 20 év alatt 6000 milliárd dollár terveznek belerakni. Ez a világ pénze. Tehát ez Kína... pontosan ez a program? Mit jelent pontosan ez a program? Hát ugye ez gyakorlatilag nevezik új Selyem útnak is, tehát összekötni a kínai gazdaságot az afrikai és az európai piacokkal. Ugye a tömegáru Afrikába menne, ugye a népessége Afrikának 1950-ben nagyjából 250 millió volt, most 1,4 milliárd, tehát ugye óriási lehetőség, viszont ugye a
legkomolyabb árucikkeit Kína azért még mindig Európába, és egyébként nem kis részben az Egyesült Államokba adja el. Tehát itt van egy tengeri selyemút, ami ugye gyakorlatilag Eurázsiát megkerülve a Szuezi csatornán keresztül mutat egyébként Pireusz felé, meg az európai piacokra, és ugye van egy oldalsó elágazás, amíg az Indiai-óceánon Afrika felé. És van egy szárazföldi selyemút, aminek ugye a fő vasútvonala az Belaruszból megy át Lengyelországba. Na most ez az út jelenleg halott, mert ugye a belorusz-lengyel kapcsolatok hát nem annyira rendezettek. Tehát ez a projekt egy kicsit megállt, ugye Kínának elképesztő mennyiségi pénze van, hihetetlen építőipari fölöslege, és ugye ennek a része az a csodálatos Belgrád-Budapest vasút, ami ha valaki rákeres a selyemút térképekre, ugye Obor vagy Béri néven lehet rákeresni, akkor a Budapest-Belgrád vasúton az a szép, hogy a sehonnan megy a sehová. Tehát nem illeszkedik se a déli vonalra, mert Pireusztól Belgrádig hogy jut el az áru, és nem illeszkedik az északi vonalra sem, mert az meg Lengyelországban megy. Ugye ez Kínának ideje is van. Tehát ugye az oroszoknak az is a problémája, hogy a gazdaságuk gyengül, a népességük fogy. Nagy kérdés, hogy abból a nagyjából 6-700 ezer értelmiségiből, aki dobbantott Oroszországból legalább, és egy idő után megy utánuk a család, és mennyi fog valaha is visszatérni, hiszen orvosokról, tanárokról, informatikusokról, mérnökökről van szó, abból nyugaton is hiány van. Hát persze szokták mondani, hogy körülbelül minden 20-at, 50-et valamelyik orosz szolgálat küldte, tehát az elkövetkezendő évtizedekre a nyugati kémelhárításnak lesz bőven dolga, de akkor is ezekben az emberekben Moszkva millió rubeleket beletett, és ugye a tudásukat már máshol kamatoztatják. Tehát nagy kérdés tényleg, hogy Kína nem fog belemenni egy nyílt konfliktusba. Ugye egyszer-kétszer azért rá is mordultak a kínaiak az orosz vezetésre, amikor már sokat szóra atomfegyverrel fenyegetőztek, és akkor ugye, hát ugye Wang Yi hivatalosan tulajdonképpen de facto külügyminiszter, ugye Kínában kicsit máshogy néznek ki a pozíciók, azért úgy finoman jelezte, hogy felszólította mind az ukrán, mind az orosz vezetést, hogy most már abba kéne hagyni a nukleáris fegyverekkel való fenyegetőzést. Ezen mindenki mosolygott, mert az ukránok azzal, ami nincs, nem tudnak fenyegetőzni. Tehát azért ez egy nagyon óvatos és rendkívül diplomatikus, de határozott figyelmeztetés volt az oroszoknak. Kínának nem tetszik ez a háború. Tehát azt szögezzük le. Nyilván egyeztette a kínaiakkal Putyin, csak valószínűleg nekik is azt mondta, amire az oroszok is számoltak, hogy 2-3 hét rezsimcsere, jön vissza Janukovics, akit ugye még 13-14-ben a Majdannal elzavartak, és mire a nyugat magához tér, az oroszok itt szétteszik a kezüket, hogy nincs itt semmi látnivaló. Tehát meg lehetett volna ezt csinálni, ha az ukránok nem lőnek vissza. De körülbelül az volt az egyetlen forgatókönyv, mert és akkor nem beszélek tovább, mert még gondolom egy csomó téma van, de 180 ezer emberrel megtámadni egy 600 ezer négyzetkilométeres országot egy 2000 kilométeres arcvonalon, ugye akinek valami elemi katonai végzettsége, képzettsége is van, az pontosan tudja, hogy ez csak akkor lehetséges, ha másik fél nem védekezik. Lehetett ilyen kimenetel, csak ugye pont... András mondta, hogy forgatókönyveket tervezünk, és olyan nincs, hogy a legjobb forgatókönyvre készülünk fel egy hadműveletnél. Felkészülünk a legvalószínűbbre. És a legvalószínűbb a soha nem a legjobb forgatókönyv. És az oroszok a legjobb forgatókönyvre készültek, és ennek látjuk a következményét az elmúlt 13 hónapban, hogy gyakorlatilag azóta nincs igazán ötletük arra, hogy hogy lehetne megnyerni ezt a háborút, amikor ugye április elején feladták Kijev térségét. Tehát onnan ugye ők maguk vonultak ki, mert egyszerűen rájöttek arra, hogy az is nagy szerencse lesz, hogyha a maradék területeken fel tudják tartani a támogatást, legalább azt, hogy megszerezzenek, hogy összekössék. De onnantól kezdve jön az április elejétől kezdve, hogy Mariupolra koncentrálok, hogy meglegyen az a földhíd. Tehát gyakorlatilag ez a hajó itt elment Kínának, meg ez nagyon fáj. Ugye most épülne újra Covid-ból a kínai gazdaság, kellenének az európai piacok, és mivel a nyugaton az amerikaiak azért nagyon ügyesen felépítették a diktátorok koalíciója toposzt, aki figyelte a híreket, ugye az szinte mindenki tudja, hogy a legjobb csippek Tajvanon készülnek, de ezekhez holland gépeket használnak. És a holland gyártót
az amerikai kormány mondjuk úgy megegyezett vele, hogy ez mibe került, vagy mivel fenyegették meg, nem tudjuk, de nem, hogy a legkorszerűbb gépeit nem adja el Kínába, hanem az egy generációval korábbiakat se. Tehát, hogy igazából Kínának ez a háború már nagyon fáj, és messze nem csak arról szól, hogy de jó, gyengíti a nyugatot Oroszország, mert a nyugat, Kína legnagyobb piaca, meg hogy fogalmazzak finoman, onnan nyúlja a technológiát. Hogyha a nyugat bizalmatlanná válik Kínával szemben is, ezt a kínai gazdaság is meg fogja érezni. Hát azért ez a bizalmatlanság azt hiszem már megvan. Már meg, így van. Csak hogy a fokozatai még biztos vannak. A rövid kérdésem mind a kettőtökhöz, hogy akkor ezeket a szenáriókat és ennek a hátterét így figyelembe véve jó esetben meddig tarthat ez a háború, és az nem azt mondom, hogy mikor lesz béke, mert megértettem, hogy az jó esetben inkább tűzszünet, és rosszabb szenáriók esetében meddig tarthat. És azt szeretném mellíteni, hogy persze mindenkit ez foglalkoztat, és ilyen jóslás meg ilyesmi, de hogy az persze senki ne gondolja, hogy majd minden visszaáll a régibe, szóval ez nem erről szól, mert régi már nem lesz, csak más, mint ami eddig. Megpróbálom akkor én. Nyilván itt megint ott van az a bizonytalanság, hogy ez azt hiszem Jogi Berra mondta egyszer, hogy jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőt. De bizonyos dolgot azért lehet látni. Van egy-két olyan változó, ami elhozna a konfliktus nagyon gyors lezárását. Az egyik ilyen változó az az, hogyha az orosz felső vezetéssel valami történne. Tehát ha egy sikeres ukrán ellentámadás esetén Oroszország olyan helyzetbe kerül, vagy a Putyin rendszer olyan helyzetbe kerül, hogy közel, hogy vagy a Krím elvesztése az egyik opció, és ezt megakadályozandó, tehát hogy ezt megakadályozandó Putyin tényleg atomháborút akarna indítani, akkor ott elképzelhető, hogy nem tervezett váltásra kerül sor az orosz rendszer csúcsán, és akkor onnantól egy poszt-putyini vezetés az a konfliktus lezárását adja, vagy a konfliktus lezárása használja aduként arra, hogy megegyezzen a nyugattal, és kihozza Oroszországot, vagy elkezdje kihozni Oroszországot abból az elszigetelődésből, amiről Feri is beszélt. Benne van most ez jobban a levegőben, mint eddig valaha? Szóval, hogy a szavaidból úgy érzékelem, de lehet, hogy úgy szeretném érzékelni. Szóval néhány hónappal ezelőtthöz képest ez mennyivel valószínűbb? Most még nem sokkal. De egy sikeres ukrán ellentámadás, ami egy nagy orosz vereséget és további nagy területek elvesztését jelenti, ott akkor jobban benne lesz a levegőben. Tehát az, hogy meddig tart, szerintem 6 hónapig még biztosan. Tehát erre a tavasz és a nyár még biztosan rámegy. Lehetséges, hogy valamikor az ősz folyamán lesz egy fegyverszünet szintű lezárása, de én mondjuk a nagyon sok nyári szabadságot azért még nem tervezek magamnak, tehát hogy ez látszik így. Az, hogy teljesen mikorra lesz vége, szerintem beláthatatlan. Tehát ez a háború, ez 2014 óta tart. És ha csak nem történik valami mindenki számára meglepő, de ennek se nulla az esélye, egy tényleg átütő ukrán győzelem, amivel visszaállna mondjuk Ukrajna 1900, vagy visszaállnának Ukrajna 1991-es határai, akkor nem nagyon lesz béke. Tehát béke lezárás sem. Ugye, ha Ukrajna vissza tudna szerezni minden elvesztett területet, inkluzíve Donbass, inkluzíve Krím, vagy valamennyit visszaszerez és lemond a többiről. Elismeri, hogy jó, akkor az Oroszország része. Ez elhozhatna egy békét. Mert akkor onnantól ugye nincsen vitatos státusz a terület, mindenki elfogadja, hogy eddig az enyém, onnantól meg a tiéd. De Ukrajna szempontjából, az ukrán politikai elit szempontjából nyíltan lemondani bármilyen területről az politikai öngyilkosság. Tehát ilyen, hogy beismernék azt, hogy jó, akkor a Krím az innentől nem kell, ilyen biztosan nem lesz. Tehát itt azt hiszem, hogy elég jó analógia lehet a két világháború közötti magyar külpolitika. Amikor a cél a teljes revízió volt, ugye mindent vissza. Visszaszereztünk mindent? Nyilván nem. Bizonyos dolgokat visszaszereztünk, aztán abból is tragédia lett, de ez egy másik sztori. De ezzel együtt sosem mondtuk azt, hogy jó, akkor Észak-Erdély kell, Dél-Erdély nem, és akkor a többivel meg ne foglalkozzunk. Mindig az a hivatalos agenda, hogy mindent vissza. Az ukrán hivatalos agenda is ez. Hivatalosan lemondani arról, hogy jó, akkor a Krím nem kell, ilyen nem lesz. Viszont területi vitával együtt lehet élni. A legjobb példa erre az orosz-japán viszony. Oroszország és Japán között a mai napig nincsen békeszerződés.
mert ugye az oroszul Kurilszigeteknek nevezett terület a státusz a mai napig vitatott. A mai napig csak fegyverszünet van. De ezzel együtt egészen jól elérdegél egymás mellett Moszkva és Tokió, diplomáciai kapcsolat, kereskedelmi kapcsolat, turizmus, felsőoktatás, minden egyéb. Tehát egy ilyen szintre el lehetne jutni, de mondjuk valószínűleg Putyin nélkül egyszerűbb lenne. Tehát én tényleg azt mondom, amit az elején, a következő 6 hónap az még biztos, hogy nem megy a háborúra, és minden más ennek a következő 6 hónapnak a függvénye. Segítsetek egy kicsit az ideológiai hátterét így a térképre, vagy a fejünkben a térképre tenni, hogy a Feri, te szintén az egyik korábbi előadásodban azt mondtad, hogy oroszok akkor vannak jól, ha támadnak. Hogy az az ő mentalitásuk. Én valahogy úgy is rakom össze ezt a képet, hogy Putyinnak szüksége van a hatalomhozban maradáshoz ahhoz, hogy támadjon, hiszen eddig a utóbbi 10-20 évben ez meghozta az eredményét Grúziával kezdve, stb. És azt kvázi úgy nem megértem, csak hogy értem, hogy ő miért gondolja, hogy belevágni. De hogy mi az az orosz néplélek, ha szabad így fogalmazni, vagy a másik oldalon másik néplélek, ami azt mondja, hogy nekem katonailag kell hódítanom, és nem gazdaságilag, vagy nem kulturálisan. Hát ugye azt nagyjából elmondtam az előbb, hogy Oroszország kulturálisan nem tud. Igen, tehát nézzük meg, hogy az orosz elit gyerekei hol tanulnak. Ugye nézzük meg, hogy Oroszországban is azért nyugati könnyűzenén szocializálódnak a fiatalok. Nyilván megy a helyi orosz zene is, mint mindenhol máshol, de ami univerzális könnyűzene, ami univerzális film, és itt a filmsorozatokról is beszélhetünk, meg beszélhetünk a hollywoodi blockbusterektől, az mind az angol száz világból jön. És ugye ezt Kína sem tudja megbontani. Nagyon sok amerikai filmet az ment meg a totál bukást, hogy a kínai piacon jól megy. Tehát, hogy igazából ugye ez ebben a puha erőben Oroszország nem annyira jó, és hát ugye, hogy pénze meg miért nincs? Hát az Egyesült Államoknak a bruttó nemzeti összterméke 21-ben meghaladta 20 ezer milliárdot vásárlóparitáson, az orosz a számára hízelő vásárlóparitáson 4000 volt, de a hivatalos valuta árfolyama meg 2000 se. Tehát utóbbi esetben már Dél-Korea erősebb gazdaság, mint az orosz. Tehát pénze nincs, eladható tömegkultúrája nincs, magas kultúrája sem versenyképes. Ugye egy angol filozófus mondta, hogy az emberi elme olyan, mint az ejtőernyő, akkor működik, ha nyitott. Most diktatúrákban ezt nagyon nehéz ám megoldani. Egy olyan országban, ahol kimondott, hogy háború van, lecsuknak érte, ahol egy kislány ráírja az orosz zászlóra, hogy legyen béke, az ukrára meg, hogy dicsőség Ukrajnának, és ezért félagyon verik apát, és elveszik tőle a lányát, ott azért az emberi elme nem nyitott. Tehát Oroszország ezért kellett, hogy katonai erőszakot használjon. Ugye nagyon fontos, hogy azt mondtad, hogy akkor érzi jól magát, ha támad. Nem, Oroszország akkor érzi jól magát, ha hódít. Igen. Ugye ezt Andrással is megbeszéltük, ő is elmondta többször. Én is az orosz történelmet, hogy a történelem szakon végeztem, abból is doktoráltam. Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy elkezd felemelkedni a moszkvai nagyfejdelemség, aminek egyébként nagyon sokat segítettek a mongolok, mert ugye nálunk a tatárjárás majdnem megsemmisítette Magyarországot. Ugyanaz a tatárjárás Kijevet lényegében, ugye a Kijevi Ruszt, ami addig hagyományosan a keleti szlávok erőközpontja volt, azt letörölte a föld színéről, akit nem öltek meg, azt elhurcolták a lakosságból rabszolgának, és innentől kezdve Oroszország terjeszkedik. Mindig egy uralkodó család váltása az, amikor gond van, ugye amikor az ősi Rurik dinasztia kihal, ugye Ál Iván, ilyen Iván, olyan Iván, akkor azt kell látni, hogy ott van egy 21 néhány év polgárháború. Aztán jönnek a Romanovok. Megint egészen a legsikeresebb korszak az orosz történelemben, rövid ideig Alaszka is az övék, mondjuk szerintem azóta orosz politikus, hogyha így eszébe jut, hogy Alaszkát eladtuk az amerikaiaknak, akkor így üti a fejét, mert az akkor jó ötletnek tűnt, ugye valahogy a krími háborúnak a mondjuk ugye hadisarcát elő kellett teremteni, és az amerikaiaknak meg volt pénzük, hogy megvegyék Alaszkát.
És aztán ugye 17-ben a Romanov ház kihalás után jön a harmadik ilyen kaotikus időszak, ha jól emlékszem, András erre mindig azt mondta, hogy szmuta, tehát ugye káosz, zűrzavar, ami a Molotov-Ribbentrop paktumig tart. Akkor már Szovjetunió néven, de ugyanaz a nagyon rossz birodalom megint elkezd terjeszkedni. Tehát ez egy, és ez tart gyakorlatilag majd, hogy nem a szétesésig, tehát a Szovjetunió gazdaságilag már recseg ropog, de egyszerűen nem tudja kihasználni, nem tudja kihagyni azt a lehetőséget, hogy a 74-es szegfűs forradalom után ugye szétesik a portugál gyarmatbirodalom, és akkor gyakorlatilag orosz finanszírozással, szovjet-orosz finanszírozással Castro felállít egy Afrika korpszot, és gyakorlatilag szovjet pénzzel, szovjet tanácsadókkal, kubai csapatok próbálják mondjuk ugye a szovjet birodalomba beédesgetni Angolát, meg Mozambikot, meg a Zöld-foki szigeteket. Tehát a Szovjetunió a végét is az afganisztáni beavatkozás viszi el. Ugye itt már nem csak arról van szó, hogy területileg magához csatolja, ennél azért már a szovjet vezetés különösen Hruscsov idején okosabb volt, ilyen vazallus államok gyűrűjét alakítsa ki maga körül. És ugye 91-ben szétesik a birodalom, megjön a következő szmuta, és hát ugye aztán jön Vlagyimir Putyin, az új cár, aki megint elkezdi az építkezést, mert az oroszok pontosan tudják, hogy ők egy birodalmi nép. Az a baj, az amerikaiak is tudják ezt, ugye ők viszik a demokráciát, ha kell, ha nem. Kínának meg a saját neve is az, hogy középső birodalom. A németek is ilyen birodalmi nép voltak, ugye az első világháborút nagyot ment a Mitteleurop, a köztes Európa, ami a németeké. Aztán, hogy ezt a két világháború között továbbfejlesztik Lebensraummá, aztán azóta, hogy a második világháború óta a németekből ez a birodalmi tudat kikopott. Nem olyan nagy tragédia az Európa szempontjából nézve. A franciákban még benn lobog, tehát azért a franciák még mindig úgy tudják, ha őket kérdezik, hogy ők nagy hatalom. Tehát az oroszok tudják, hogy ők birodalmi nép, erre nagyon komolyan rá is építkezik az orosz vezetés stratégiai meg politikai kommunikációban. Ugye a kommunizmus nem jött be, visszamentek az orosz birodalmi alapokhoz, pánszlávizmus, meg az ortodox vallás. És hát ugye ebből a szempontból ugye a egykori KGB ügynök, Kirill Pátriárka, csudi jó emberük ugye az egyház élén. Tehát Moszkva megvan a saját igénye, ez az úgynevezett ruszkij mir. Tehát, hogy a szláv területek nagyjából egy birodalomban, és értetően annak nem Ljubljana lenne a központja, hanem mondjuk Moszkva. Ukrajnának meg ugye a nemzeti tragédiája, hogy relatíve későn jött létre. Ugye Putyin a történész többször el is mondta, hogy nincsenek is ukránok, ők olyan oroszok, akiket megtévesztettek a nyugatiak. Nem, van ukrán nép. Van ukrán kultúra. Olvastam egyszer erről egy átfogó tanulmányt, amivel azt mondták, hogy onnantól kezdve, hogy ugye 1654-ben a kozákok kvázi csatlakoztak az orosz birodalomhoz, a hetmani jelentéseket, ugye a kozákoknak a maguk által választott parancsnokai, meg a mit tudom én, a helyi községeknek, meg egyebeknek a jelentéseit, őrzik az orosz levéltárak, és ott van az eredeti jelentés, és ott van mellette az oroszra fordított változata. Tehát a két nyelv között volt akkor a különbség, hogy gyakorlatilag le kellett tisztázni oroszra, hogy értse az adminisztráció ezeket, és ugye az ukrán részről mi motiválja az ukránokat? Hát ugye, ha más nem mondjak, a 20. században legalább 10 millió ukrán töltek meg az oroszok. Ugye mind a két világ, mindig ugyanez volt, csak hál' Istennek mi az osztrákokat kaptuk, és nem az oroszokat. A magyarság helyzete az osztrák birodalomban. Mindig a második legnagyobb népet üti a legnagyobb nép egy több nemzetiségű, multietnikus birodalomban, mert tőle fél a legjobban. Tehát az ukrán katonák mind a két világháborúban első hullámban mentek golyófogónak. Ugye a 20-as évek végén, 30-as évek elején Sztálin a TSS-ítés kierőszakolandó, a legjobb földeken, ugye a fekete csernozimon rajta ülő kozákokat, kozákok leszármazottait, ugye a kozákok olyanok voltak az orosz birodalomban, mint a katonai határőrvidék a Magyar Királyságban, az osztrák birodalomban. Tehát kvázi szabad parasztok voltak, földesúr nélkül, kevesebb adót kellett fizetni, nagyobb földjeik voltak, és ezért cserébe háborúban, meg békében is katonai szolgálatot kellett a családoknak
ellátni, ugye békében családonként egy vagy két férfit, a felszerelést is ugyanúgy ők vették, hogy a katonai határvidéknél nálunk kellett, háborúban meg az összes hadrafogható férfinak menni kellett. És ugye meglepő módon ők a nagyon jó termőföldjeiket nem akarták mindenféle ellentérítés nélkül odaadni a szovjet vezetésnek, és ekkor jött egy mesterségesen előidézett éhínség, ami az egyik legborzasztóbb volt a világon. Valószínűleg csak a Mao Tse-tung féle nagyugrás tudta ezt abszolút értékben túlugrani, de százalékosan semmiképpen. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy 29 és 33 között az ukrán népességnek körülbelül az ötöde éhen halt. Tehát valaki rágooglizik a neten, döbbentes képek vannak, emberhúst árultak a piacon, mert nem volt más. Elvitték a vetőgabonát, elvitték az állatállományt. És abszolút tipik az az orosz védekezés, hogy ez nem igaz, hogy csak az ukránokat öltük, mert tessék megnézni, hogy Kazasztán lakosságának egy harmada éhen halt. Tehát írtottunk mi minden más kisebbséget is, de most ez úgy nagyon jól hangzik, ugye, és ugye megint mi az oroszra, mi van az orosz megszállás után elsőként, mit zúznak szét? A holodomor emlékműveket. Holott ugye, mert az oroszok azt mondják, hogy ellopják az ukránok a holodomorral az egész szovjet nép tragédiát. Most olyan, hogy szovjet nép nincs, soha nem is volt. Másfelől a holodomor csak az ukrán éhínség neve. Tehát ezt az egészet úgy hívjuk, hogy nagy szovjet éhínség, és a történészek tök jól elvitatkoznak rajta, hogy 10 vagy 15 millió ember halt éhen. Viszont abban nagyjából egyetértés van, hogy ebből legalább 5 millió fő ukrán volt. Tehát a mai napig minden ukrán családban pontosan megvannak azok a történetek, amiket még a nagypapa, a nagymama vagy a dédszülők meséltek, hogy milyen volt a holodomor. Hogy a háztetőkről leszették a zsúpot, megőrölték, megették. Megrágták az agyagot, hogy legalább legyen valami a gyomrukban. Tehát az ukránok nem rajonganak az oroszokért, és mondjuk amit most az elmúlt egy évben elkövettek az oroszok, nem csak Bucsára kell gondolni, de rengeteg volt belőle. De az orosz haderő nagyon csúnyán hangzik, amit mondok, de amit most Ukrajnában művel, az gyakorlatilag az orosz katonák szempontjából egy történelmi hagyományőrzés, mert az orosz haderő mindig ilyen volt. Gondoljunk bele, hogy mit műveltek csak itt Magyarországon. Tehát a két nép közötti barátságot ez a mostani mondjuk konfliktus nem mélyíti el. Nyilván más az oroszok megítélése a keleti ukrán területeken, ahol nagyon sokan oroszul beszélnek, de ugye az ukrán lakosság többsége, a ukrajna lakosságok többsége az etnikailag is ukrán volt. Megint lehet vitatkozni, hogy csak 70% vagy 80%, hogy az oroszok aránya mennyi volt, és ebből a szempontból az a legborzasztóbb, hogy az oroszok a kegyetlenségek, meg a rablás-fosztogatás legnagyobb részét, ugye az általuk leghosszabb ideje megszállva tartott területeken követték el, ahol meg pont az oroszok laknak. Tehát ugye ez abszolút kontraproduktív, mondjuk abból az orosz ideológiából nézve, hogy ők segíteni jöttek ide. Ugye olyan kérdésnek nem sok ért. Mondja, igen, András, parancsolj. Én csak egyetlen dolog, és nagyon kényelmes helyzetben vagyok, mert Ferit megcsinált a történelmi összefoglalót, tehát én hátradőlök is egyetértek. A kérdés az, hogy ez a háború, ez elhozza a ruszki mir, az orosz világ mint ideológia végét. Tehát azok után, ami kelet és dél-ukrajna orosz nyelvű lakosságával történt, zárójel, valójában nagyon töredékesen tudjuk, hogy a még megszállás alatt álló területeken mi a helyzet. Bucsa biztos, hogy nem egyedéset. Zárójel ezzel. Ez elhozza a ruszki mir végét. Innentől ez nem lesz vonzó ideológia. Kérdés az, hogy utána mi lesz majd. Mert rövid távon, ami most Oroszországban látszik ilyen rezsim ideológiaként, az egyre inkább ez az ostromlott erőd mentalitás. Ostromlott erőd pszichózisban el lehet élni néhány évig. Néhány hónapig, néhány évig. De ennél hosszabb időt nem nagyon, mert akkor az emberből Észak-Korea lesz. Tehát, hogy én nem nagyon látom azt, és nagyon érdekes lesz, én magam nem ideológiai kérdésekkel foglalkozom, van kollégám, aki igen, és szoktam olvasni nyilván, amiket ír, hogy mi lesz majd, tehát mi lesz a háború utáni orosz ideológiában. Ez az imperialista, nagy hatalmisággal átitatott politikai attitűd, ez megmarad. Mi lesz az ideológiai keret? Kommunizmus biztos nem. Ruszki mér ugye megint nem.
Az ortodoxia se nagyon valószínű, mert az országon belül olyanok a demográfia arányok, hogy a nem keresztény kisebbség a aránya folyamatosan növekszik, nem lehet tehát hosszú távon egy ortodox kereszténységre alapuló ideológiát csinálni. Kérdés, hogy önmagában a nyugat ellenességre fel lehet-e építeni egy rendszerépítő ideológiát, nem tudom. A kérdőjelet látom, nagyon érdekes lesz figyelni. És egyébként pont elfelé akartam kanyarodni, de akkor köszönöm, hogy ezt mondta, de előtte még egy gondolat vagy kérdés, hogy ugye olyan kérdésnek nyilván nincs értelme, hogy mi lett volna, ha, de abból a szempontból mégis, hogy, és kérdezem, hogy ebből a nyugati politikai hatalmak az elmúlt mondjuk 2008-tól kezdve, vagy akár visszamehetünk továbbra is, de minimum 2014-ig mit rontottak el, mit kellett volna észrevenni, és másként kezelni, és abból a jelenre, illetve a jövőre mi a tanulság szerintetek? Bocs, kicsit komplexi. Jó, akkor átengedem a drágát. Jó. Köszönöm. Néhány dolgot elrontottunk, és borzasztó fontos, hogy ezeket, tehát nyilván a hibákat helyrehozni nem lehet, de nem elkövetni újra, azt igen. A legfontosabb hiba szerintem az a 2008-as bukaresti NATO csúcs volt. Amikor úgy ígértünk NATO tagsági perspektívát Ukrajnának és Grúziának, hogy egyrészt valójában nem akartuk felvenni őket, másrészt nem voltunk felkészülve arra, hogy megvédjük őket az orosz ellenlépésektől. A grúziai háború ennek egyenes következménye. Tehát, hogy felelőtlenül ígértünk NATO tagságot, nem számolva ellenreakciókkal. A második, ami szintén hiba volt, hogy túlságosan sokáig próbáltuk megbékíteni Moszkvát, miközben Moszkva nem akart megegyezni. Tehát emlékezzünk vissza arra, hogy Ukrajna, amikor 14 után ugye aláírja az EU-val a társulási megállapodást, ugye Association Agreement, a társulási megállapodás hatályba lépését egy teljes évvel elhalasztottuk, abban reménykedve, hogy hát ha ennek deeszkalációs hatása lesz, hát ha Oroszország majd így jobban hajlandó lesz a kompromisszumra. Oroszország pont semmilyen kompromisszumot nem csinált, Ukrajna és az EU pedig vesztett egy évet. Tehát, hogy fel kell tudni ismerni azt, hogy ugye, ha két embernek van egy vitája, az egyik megbeszélni akarja, a másik pedig verekedni, akkor az első ember meg lesz verve. Tehát, hogy felismerni azt, hogy ha a másik nem megegyezni akar, hanem tényleg erőt akar alkalmazni, akkor erre a szelíd rábeszélésre nem használ. A harmadik hiba ezzel a másodikkal összefüggő, hogy nem kezdtük-e időben a leválást az orosz energiahordozókról. Politikailag érthető, az orosz energiahordozók olcsók voltak, a hosszú távú szerződések elég jól működtek. Nem volt tökéletes, kisállamok esetében voltak döccenők, de ezzel együtt nagy 22-ig azt hittük, hogy Oroszország megbízható energiaszállítási partner. Magyarország még mindig ezt hiszi, nem tudom mi alapján. Tehát hogy a leválást azt gyorsabban meg kellett volna csinálni. És a negyedik, még kettő van összesen, tehát a negyedik az az, hogy tehát alapvetően alakul át Európa, György, abszolút egyetértek, nincs visszaút a status quo antéhez. Tehát Európa újra fegyverzi magát, növekednek a védelmi kiadások mindenhol, erre ez az évtized rá is fog menni. Talán kevésbé lett volna költségvetési sok, meg gazdasági sok, ha ezt időben elkezdjük. Ha nem hisszük azt, hogy örök béke és a kontinensen nem lehet újra háború. És az ötödik, utolsó, hogy nem tanultunk 2014-ből, nem tanultunk abból, hogy a Krimmel hogy megleptek minket az oroszok, és nagyon sok ország nem investált plusz erőforrást abban, hogy jobban értse Oroszországot. Tehát muszáj lenne több embert képezni, szakértőket, diplomatákat, katonákat, hírszerzőket, gazdasági szakembereket, ad abszolútum kulturális szakembereket is, mert muszáj érteni azt, hogy Oroszország hogyan működik és hogyan hoz döntéseket. És a 14-ben a Krím brutális meglepetés volt. A nyugatnak a szó legszorosabb értelmében egy fél napjába tellett, amíg elhitte az oroszok tényleg támadnak. Ez a fél nap ez nagyon meg is pecsételte egyébként Szevasztopol sorsát. És a Krím sokja ellenére, meg a 14 és 22 között elkövetett hibák ellenére, 22-ben sem hittük el, amit az amerikaiak próbáltak mondani, de igen, Oroszország tényleg támadni fog. Na most harmadjára ezt a hibát nem kéne elkövetni.
Tehát azt gondolom, hogy sokkal több időt, erőforrást, energiát kell abba investálni, hogy tartósan értsük Oroszországot, és most durvát mondok, kilépve a saját szakterületemből, Kínát is. Tehát, hogy több erőforrás kell, igen, új tanszékeket kell létrehozni, igen, ehhez pénz kell, igen, ki kell képezni a doktoranduszokat, akikből majd oktatók lesznek, akik majd megtanítják azokat a mesteres hallgatókat, akikből majd katonák, diplomaták, hírszerzők, mit tudom, mik lesznek, akik értik a kínai, meg az orosz nagyhatalmiság működését. Évtizedes projekt, pont egy évtizedben vagyunk elkésve, de ez nem ok arra, hogy ne kezdjük el holnap. Köszi, hogy elmondtad. Feri. Alapvetően egy picit messzebbről indulok. Ugye itt nagyon gyakran a nyugat a saját elveivel is szembe ment. Mondjuk például Koszovóval, amit az oroszok folyamatosan szoktak példaként hivatkozni, még inkább Irakkal 2003-ban. Ugye ott azért utólag kiderült, hogy hát amire hivatkoztak, az minden volt igaz. Ugye nagyon sok szakember mondta azt, hogy az amerikaiaknak, meg a briteknek ennyire nem hitte senki, hogy itt tényleg háború lesz, az részben annak is köszönhető, hogy 2003-ban ők ketten azért nagyon megmajmolták a nyugati világot azzal, hogy milyen tömegpusztító fegyverprogramjai vannak Saddamnak, amire aztán semmilyen bizonyítékot nem sikerült találni Irakban, miután megszállták, holott azért jó pár évig keresték, és ezért nem hitték el másfelől meg, abszolút egyetértve Andrással, amit mond, gyakorlatilag a nyugati világban, főleg a németek meg a franciák, ugye a britekkel meg az amerikaiakkal szemben, akik inkább a héják, ugye a németek, franciák szerették úgy beállítani magukat, hogy mi vagyunk a galambok, ők nem is akarták elhinni. Tehát gyakorlatilag a hírszerzés azt szállította a politikai vezetésnek, amit ők hallani akartak. Mert nem hallották meg sokszor azokat a dolgokat, ezt egyébként Magyarországon ugyanígy eljátszották. Tehát azért az Andrásék, én magam körülbelül január elejéig hittem azt, hogy nem lesz háború. Az Andrásék, ugye a stratégiai védelmi kutatójuk azért már novemberben késztényként közölték, hogy már pedig itt háború lesz, és abszolút nekik volt igazuk. És jellemző egyébként, hogy milyen szinten nem hitte el a nyugat azt, hogy a francia katonai hírszerzés igazgatója egy nappal a háború előtt este is azt mondta Macronnak, hogy már pedig nem lesz háború. Ugye ő volt az első, akit ezt követően a nyugati hírszerző szolgálatok éléről kirúgtak. Ugye ez fordítva persze az oroszoknál is megvolt, mert ott szerintem nem gondolnám, hogy a rendkívül kiváló orosz szolgálatok csak olyan anyagokat tudtak letenni az orosz vezetés elő, hogy nem lesz ukrán ellenállás. Valószínűleg alsó meg közép szinten készültek nagyon kiváló anyagok arról, hogy de lesz. De valahogy legfelőre csak az ment fel, ami alátámasztotta azt a putyini narratívát, hogy érdemes megpróbálni. Tehát, hogy egy csomó tévedést hál' Istennek az oroszok is elkövettek, ez mondjuk nem mentesít minket, a nyugati világot a saját tévedései alól, és valószínűleg még nagyon sokat fogunk tévedni. De eddig hál' Istennek a nyugat ezeket a tévedéseket mindig túlélte. Ugye, az amerikaiaknál ez a hanyatlás vita, hogy hú de rossz nekünk, ez már évtizedek óta tart. Ha most Kína ebben az ütemben fegyverkezne, és az USA most leállna, akkor 2050-re lenne ott Kína, mint az USA most. És az USA nemhogy nem áll le, hanem ugye felvette a versenyt. Tehát abszolút egyetértek Andrással. Ugye jó magam muszáj oroszos vagyok. Tehát, hogy én alapvetően ebbe a konfliktusba 10-ben csöppentem bele, amikor a vezérkari tanfolyamosoknak kiválasztottunk egy konfliktus, és akkor azt találtuk, hogy mi lenne, ha Oroszország elfoglalná a Krímet. Nyilván olvastunk egy csomó olyan elemzést, nálunk okosabbaktól, és akkor kidolgoztunk egy forgatókönyvet. Hozzá kell tenni, 2006-ban orosz-grúz háborút modereztünk, és 2009-ben széttéptük Szudánt. Ugye egy-két éven belül ez mind bekövetkezett, és akkor a DK-n így felhívott minket a Resperger István ezredes úrral, hogy
most mondjátok már meg, hogy mi van, mert ugye a DK-n a zárónapon a gyakorlaton minden ott ült, és mondtuk, hogy hát ezt elemzők mondják, hogy ezek a legvalószínűbb konfliktusok, tehát ezeket azért agytröztök előre látták ezeket az eseményeket, csak a politika, ugye Európában az olcsó orosz energia mondjuk úgy bűvületében élve úgy volt vele, hogy hát Putyinnak is jó, ha rengeteg pénzt kap, és egyébként gazdaságilag az orosz támadásnak abszolút nem volt realitása. És itt jön be az, amit az András mondott, hogy azt hittük, hogy Putyint gazdasági észérvekkel meg lehet győzni. És erre mondta nekem az egyik hírszerző ismerősöm, de Feri, bocsánat, pont-pont ki, egy darab közgazdást nincs az orosz elitben. Nincs az orosz felső vezetésben klasszikus közgazdasági végzettségű ember. Az a Csubajsz, aki nagyjából a 90-es években megakadályozta az összeomlást, az meg az elsők között menekült el, ha jól tudom, Szardéniára. Tehát, hogy a gazdasági szempontok Moszkvának nem voltak fontosak, már pedig a nyugati világban egy csomó vezető azt hitte, hogy ugyanúgy gondolkozik az orosz vezetés, mint ők. Már pedig tudjuk, hogy nem. Igen, talán azt mondom, a legfontosabb. Ez most nem állom meg a kérdés, hogy ne tegyem fel, hogy és akkor most az elemzők mit mondanak, hogy milyen szenáriók, nem szenáriók, hanem hogy mi látszik még itt a világtérképen, amire most még nem gondolunk, csak mert, hogy mondtad... Hát, gondolunk rá, most éppen Tajvanon gondolkozunk, hogy megérne egy gyakorlatot. Hozzá kell tenni, hogy még tavaly, tehát a háború előtt, tavaly előtt tavasszal a vezérkari tanfolyamnak a nagy gyakorlatán a magyar tisztek arra jutottak, hogy praktikusabb lenne elengedni a Donbasz meg a Krímet. Csak erre mondtam én, a hülye civil, hogy és fiúk biztos, hogy Putyin beéri ennyivel. És, igen. És nem. Két kérdésem van még hozzátok, és viszonylag gyorsan szalad az időnk, de szóval, hogy igen. Az első az, hogy a volt szovjet tagköztársaságok most hogy vannak az orosz térképen? Szóval, hogy mennyire kötődnek, mennyire támogatnak, vagy mennyire lesz a kadóban? Erre válaszolok én. Mindenki teljes gőzzel távolodik Oroszországtól. Ezért is ér véget az orosz kimér. Egyetlen kivétel van, Belarus. Belarus annyira erős függésben van a 2020-as események óta, ugye az elcsalt választások, és utána Lukasenko csak Putyin támogatásával fogalma maradni. Belarus teljes függésben van. Belarus számára, amíg ez a putyini rendszer van Oroszországban, addig Belarus számára a függetlenség fokozatos erodálódása az egyetlen valószínű pálya. Mindenki más gőzerővel távolodik, és ez tartósan így is fog maradni. Ennek a távolodásnak egy demográfiai okai is vannak. Tehát mindenhol már a második olyan generáció nő föl, akinek nincsenek szovjet emlékei. Akinek nincsenek olyan emléke, hogy mi egy ország voltunk Oroszország. A második olyan generáció nő föl, és lassan jut be a politikai döntéshozatalba, akik számára Oroszország külföld. Ez a folyamat, ez nem fog visszafordulni. Tehát én valamelyik korábbi interjúban mondtam azt, hogy ez a háború hozza el tulajdonképpen a Szovjetunió valódi halálát. És ez egy irányú út. Tehát én ezt látom a posztszovjet térségben. A belarusz eset az kivétel. Erre röviden csak annyit, hogy annál is inkább válnak le, mert ugye Oroszország nem tud főleg a közép-ázsiaiaknak perspektívát mutatni, és van valaki, aki így jelentkezik, Kína. Tehát Kínának mindaz, amit például a közép-ázsiában van, kőolaj, földgáz, piacok, kell. Oroszországnak se a kőolaj, se a földgáz nem kell, neki is van dögivel. Tehát itt, de írtam, akartam mondani, András, segíts már ki, hol volt az a csúcs, ahol ugye Emomali Rahmon, tadzsik elnök úgy beolvasott Putyinnak, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt Moszkvába követte volna el, élve nem jött volna ki Oroszországból, és ezt nyilván nem tehette volna meg, ha nem állt volna már mögötte a kínai, mondjuk úgy gazdasági erő, meg a kínai pénz, amit már befektettek Tadzsikisztánba. Igen. Azt hiszem tavaly nyáron. Igen. Igen. Ha most Andrásnak nem jut eszébe, hogy hol, nekem se, de talán el is tudjuk engedni, a lényeg az, amit most mondtál ezzel kapcsolatban. Még egy utolsó kérdés, hogy ugye, ha azt látjuk, hogy a
amit ugye az orosz elitnek, az ukránok beleállásának és egyébként a nyugati világ hozzáállásának van jelentősége abban, hogy hogyan zajlik és hogy folytatódik, meg hogy zárul le majd ez a háború, akkor itt nekünk, akik itt ölünk, szerintetek mi a dolgunk a magunk területén? Mi az, amit meg tudunk tenni azért, hogy magunkért és másokért? Próbálom. Ez az asztanai csúcs volt egyébként 22. októberében, és a Rakhmon egy ilyen videóüzenetet küldött Putyinnak, érdemes visszanézni. Tehát éppen csak nem veri az asztalt, amit több tiszteletet követett Tadzsikisztánnak. Tehát orosz-tadzsik viszonyban korábban az elmúlt 30 évben ilyesmi nem nagyon hangzott el. Ugye a Stogyilágy kérdésre ez a mit lehet tenni. Szerintem az első az ugyanaz, amit a háború legelején is mondtunk, pont itt az egyik első ilyen szalonnal, ami háborúval foglalkozott, tudatosan nem belefáradni. Mert még ha gyorsan vége is lesz, a gyors is azt jelenti, hogy 6 hónap egyrészt. A következményei azt pedig még tovább fog tartani. A politikai következmények, humanitárius következmények, gazdasági következmények, környezeti következmények, egy csomó minden. Tehát itt ennek a háborúnak akkor is rengeteg költsége lesz Magyarországra nézve is, hogyha ha a háború gyors ukrán győzelemmel, meg mondjuk Putyin gyors leváltásával zárul. Tehát még a legjobb forgatókönyv sem lesz olcsó. Még a legjobb forgatókönyv esetén is ott van, hogy mondjuk mit tudunk kezdeni a magyar-ukrán viszonnyal. Mondjuk mit tudunk kezdeni az EU-n belül és a NATO-n belül egyre inkább különutas magyar politikával, ami egyre komolyabb károkat okoz. Tehát képzeljünk el egy gyors és átütő ukrán győzelmet. Nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de hát ilyen forgatókönyv is van. Képzeljünk el egy ilyen forgatókönyv, hogy utána milyen pozícióból próbálhatnánk rendezni a magyar-ukrán viszonyt, miközben az összes többi korábbi szövetségesünk is már a győztes ukrán oldalán van inkább. Tehát az odafigyelést életben tartani, azt, hogy foglalkozunk ezzel az ügyel, azt, hogy napirenden tartjuk ezt ügyet, azt, hogy társadalmi vitákat szervezünk erről az ügyről, és hogy tájékoztatjuk a lakosságot. Mert Ferinek is, nekem is ez a szakmám, vagy ez a szakmánk. És egy évtizedig egy helyen dolgoztunk, most éppen nem, a jövők meg majd kilátja, de ugyanúgy pályán maradunk. Nekünk ez a szakmánk. De egy csomó másik embernek meg nem ez a szakmája. És minket egyébként azok az emberek tartanak el, akiknek nem biztonságpolitikai és a szakmájuk. Tehát muszáj ébren tartani ezt az odafigyelést, annál is inkább, mert az az orosz, és egyre inkább az a kínai befolyás, amit látunk, az leginkább az ismeret hiányra épül. A dezinformáció a vákumot tudja kitölteni. A dezinformáció az ismeret hiányt tudja kitölteni. És ebből következik, hogy a dezinformáció ellen a legbiztosabb fegyver az a tudás. És ez nem támadó fegyver, ez védelmi eszköz. Saját magunkat védjük ezzel a tudással. Tehát nem belefáradni, segíteni azt, hogy más se fáradjon bele, és a harmadik, mindenre költeni kell. Adófizetőként, ideális esetben, szavazópolgárként motiválva a kormányzatot arra, hogy költsön, ugye ez Európa többi országának esete, a magyar eset ugye ilyen szempontból speciális, de az, hogy életben kell tartani ezeket a kapacitásokat, meg kell szervezni ezeket a rendezvényeket, meg kell szervezni ezeket a szalonokat, hogy folytatódhassanak ezek a beszélgetések, mert a biztonság nincs ingyen, a tudás sincs ingyen. Ideális esetben a központi költségvetés meg a különféle állami szervek finanszíroznak ezt, mint ahogy az összes többi NATO országban történik, ideértve még Izlandot is, zárójel tényleg. De ha ez nem valósul meg, akkor ezt az államon kívül kell csinálni. Egyetemekkel, alapítványokkal, magándonorokkal, olyan felajánlásokkal, hogy egy rendezvény, még egy étterem tulajdonos ad egy helyszínt, bármit meg kell oldani. És igen, nekem személyesen ez azt is jelenti, hogy rengeteget utazom föl az országban, amit én nagyon szeretek élni a félprofit túrázók, hogy csak én nyilván nem gyalog megyek, hanem autóval, és hogy igen, tehát hogy ki kell mozdulni a saját buborékunkból nekünk magunknak is. Úgyhogy körülbelül így látom a Stogyilágy kérdésre adandó rövid távú válaszokat. Köszönöm szépen, Feri.
Hát csatlakozva Andráshoz, én cipelem a saját keresztemet. Egy hely van, ahova egyszerűen nem vagyok hajlandó elmenni, az a Hír TV. Tehát amikor elmondták előttem a Russia Today, Sputnik News, Best of a négyzeten, tehát, hogy az Azovsztál alatti bunkerben a Biden fiának, meg a Zelenszkijnek a cége 300 NATO tiszt irányításával szlávirtó vírust fejleszt, amit az Azovsztált ugye már lassan 10 hónapja elfoglalták, és se az üzemet, se a NATO tiszteket, se a maradványaikat nem találták meg, és ez a 300 ember azóta se hiányzik senkinek se, és akkor mondtam kifelé menet a Hír TV stábnak, hogy gyerekek, ide többet nem. De amúgy én a saját keresztemet úgy viszem, hogy mindenhová, tehát Hitrádió, Mandiner, elmegyek, és olyan arcokkal vitatkozom, akikkel amúgy sörözni biztos nem ülnék le, hogy egy kicsit mondjuk a másik oldal is, aki csak egyféle híreket hall, hogy az ő mondjuk úgy, ahogy az András mondta, vélemény buborékjába bejuttassam a saját véleményem. Most félreértés ne essék, nem hiszem azt, hogy az abszolút igazság birtokában vagyok, a fenét. Ugye pont ez a szakma, ahol az ember tudja, hogy nincs is olyan, hogy abszolút igazság. Ugye álláspontok vannak, és igyekszik mindenki kellő mennyiségű tényt a saját álláspontja mögé rakni. És csak csatlakoznék az Andráshoz, a mai modern világban, hogy azt szoktuk mondani, amikor hibrid hadviselésről, meg egyebekről tanítunk, hogy az apokalipszisnek már van egy ötödik lovasa, ez a hamis információ. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy Magyarországon személyesen ki mit tud tenni. Valahogy mi nem szeretünk tüntetni. Tehát, hogy bármit meg lehet csinálni. Az orvosokkal, a pedagógusokkal, a bírókkal. Ugye amikor Netanyahu kitalálta, hogy rá nem fog vonatkozni a törvény, olyan sztrájk volt Izraelben, meg olyan megmozdulások, ami Magyarországon szerintem utoljára 56-ba se. Tehát egészen egyszerűen tényleg itt, ami van, hogy próbáljunk a tudással valamit tenni. Csak hát ugye itt jön be az a következő csodálatos kérdés, hogy akkor, amikor a magyar társadalom jelentős része már tényleg úgy gondolja, hogy a infláció elsősorban az EU szankciók miatt van, akkor azért látszik, hogy nincs könnyű helyzetben az, aki mondjuk úgy szélesebb tömegek számára tudást szeretne eljuttatni, mert nem egyenlőek a pályák. De ez nem azt jelenti, hogy fel kell adni. És én is valahogy így gondolom, hogy igen, nehezített pálya, sokkal és nagyon, de dolgunk az, nektek ez, nekem az, hogy megszervezzem ezeket a szalonokat, és talán nem árulok el ezzel titkot, hogy részben decemberben találkoztunk Andrással, és beszélgettünk arról, hogy ez hogyan lehetne folytatni, és ennek eredménye lesz ez a sorozat, aminek most az első részét halljátok és élvezitek, és igen, fogunk mélyére menni, a következő remélem éppen az információ, dezinformáció témaköre lesz, de lesznek még más témakörök, csak azért, hogy értsük jobban azt, ami körülöttünk van, mert ha mi értjük, akkor valószínűleg tudunk hatni olyanokra, akik kevésbé értik, és remélem ennek lesz hatása, meg valószínűleg jó, ha mindenki maga körül körbenéz, vagy magában néz és kitalálja, hogy neki ezzel mi a dolga. De van dolgunk vele, szóval cselekedjünk, meg tegyük meg azt, amit megtehetünk. Köszönöm, hogy velünk vagytok, köszönöm a beszélgetést nektek, és azoknak, akik a Facebookon keresztül követnek minket, köszönöm a figyelmet. Jelentkezünk majd hamarosan a következő szalonnal.